Szevasztok, papikáim, üdv a csatornán! Kipör jelentkezik egy Mindsummer Kell videósorozattal, amivel úgy gondoltam, hogy hát magamnak és nektek is így jövök egyen, hogy ezt végigrántsuk ezt a játékot normálisan, produktívan és pörgősen. Nem úgy, hogy legalább két-háromszor nekiálltunk, amikor mindig beféleltünk, és igazából rá is jöttem, hogy miért volt az, hogy mindig beféleltünk ebbe a játékba, és miért nem tudtam normálisan haladni. Belevágok a játékba, nem tökölök, jó? Húgyos József, alias József Húgyosok leszünk, az lesz a nevünk. Várjál már. Igen, ezt elfelejtettem. Ezt mindig elfelejtettem kikapcsolni, és ezt nem is tudtam, nem is figyeltem soha, hogy ez mi. Nézzétek meg, hogyha ezt bekapcsolva adjátok ezt az egy rublikát, akkor az fog történni, hogy a permadeath be van kapcsolva, kb. Olyan, mint hogyha ilyen hard módba játszanál a Minecraft-tal, szóval, hogyha meghalsz, akkor ott neked ede kuku, úgyhogy nem ajánlom, hogyha nem akarod magad halálra szopatni, hogy ez így be legyen kapcsolva, hát ezt mindig ugye bekapcsolva vagytok, és mindig ugye emiatt is például baromira megnehezítettük a dolgunkat, mivel balesetet szenvedsz, vagy elesel a rollerrel, aztán már ez a tüdődet átböki a kormány, igaz, hogy nem sírsz, de egyből mész a Mungerkerbe, aztán ennyi volt a játék neked, szóval nem ajánlom. Nem ajánlom a légierőt, mert motorhéjba esik netán, aztán leeső szar se válik belőled. Jó, gyerekek, ezt viszont átlépem, ugye a születésünket gondolom nem akarja senki újra átélni, elég volt egyszer is. Oké, jó. Bocs, kicsit be vagyok pörögve, egy nagyon enyhén egyébként, nem annyira nagyon durván. A bepörgésem vagy felpörgésemnek az oka az leginkább az, hogy most nagyon produktív akarok lenni ebben a játékban. Körülbelül egy órás részek fognak lenni, ezt nem tudom mennyire fogom tartani, de tényleg nem tökölős részekre kell számítani. Nem olyanra, hogy tátom a számot, mint ahogy szoktam, mi a fasz kell csinálni. Nem ilyen lesz. Na, első dolog, amiről akarok beszélni, hogy milyen bodokat használok. Igazából, fú, basszus, meg lehet állítani itt az időt? Nem igazán mi, hogyha nyomok egy ilyet, akkor se áll meg. Nem hát, úgyhogy akkor kellene ténykedni közbe. A modok, amiket használok, egy az, hogy magyarosítást használok, az is egy mod. Szerintem böszme jó, tök jó, hogy minden magyarul van, de úgy van magyarul, hogy tényleg ilyen minden, az interakciók, a beszélgetések, a rádió, minden. Ez is egy mod egyébként, nem is tudom, csomó helyről le lehet húzni, beütitek, nem egy nagyon bonyolult egyébként. Arra gondoltam, van Discordom, meg van Discord szerverem, ha gondoljátok, azt majd kilinkelem, azt ott tudunk kommunikálni, meg oda tudok rakni dolgokat, hogyha kértek például, mert itt mindig elfelejtem YouTube-on, mert kommenteket elolvasom, válaszolok néha, meg néha nem, aztán azt sem tudom, merre van előre. Szóval, beszéljünk a lore-ról, ugye annyi az egész, ugye Finnországban vagyunk, és itt el is tudjuk olvasni, hogy mi a szituáció. Ne légy lusta, javítsd meg apád régi autóját, kölcsön kérheted nagybátyát, furgonját, ne így áll, takaríts fel, ha szemetelsz, visszamegyünk Finnországba, ha megunjuk anyukád és apukád, nem mentek az ősök izéne nyaralni, aztán kecó a miénk az egész, azt csinálunk, amit akarunk, csomó mindennel lehet interaktálni, van ugye szomjúság, éjség, stressz, vizelet és fáradtság és higiénia, csúszkánk, ami hogyha feltelik valamelyik, akkor könnyen el is tudunk halálozni akár. A számlákat fizetnünk kell, konkrétan egy ilyen, nem tudom mit mondjak, egy ilyen belső nézetes életszimulátor akar lenni. Egyébként a régi verziókhoz képest ez a verzióban most már ugye nem kapott meg a furgont, se a szippantó, se autót, úgyhogy egy jó nagy szopóágon vagy. Erre kell figyelni. Egyébként, na, azt akartam mondani, hogy rájöttem közben, hogy mi az, amiért nem tudtam én érvényesülni ebbe a játékba. Mivel ez a játék nem úgy játszható, hogy te csak fogod magad, aztán neki ülsz, aztán nem tudsz róla semmit, mert különben tényleg nem tudsz róla semmit, mivel ez a játék, ez annyi, hogy itt így meg fölébredsz, és elengedi a kezed olyan mértékben, hogy semmit, egy darab büdös feladatot nem ad neked, az se semmilyen iránypontot, hogy mit kellene csinálni, semmit, semmit nem tudsz semmit. És ez nem a legvidámabb dolog tud lenni, várjál már. Kicsit, jó, nem ezt akartunk. Kicsit, ja, még a modokról beszélek. Magyarosítást használok, hátizsák modot, hátizsákba 10 cucc fér, de nem fogjuk agyonra használni ezt, meg egy térképmódot, de a térképmódot valószínűleg nem fogom használni, csak ha nagyon eltévedek, és azt is csak a gameplay miatt raktam be, hogyha nagyon eltévedek, ne az legyen, hogy két órán keresztül azt nézitek, hogy azt se tudom, merre van előre. De egyébként nagy valószínűséggel nem fogom használni. Meg egy olyan módot raktam be, hogy tudok időt pörgetni.
De azt sem fogom használni nagy valószínűséggel, azt is csak akkor akarom, ha vigyünk egy kolbászt is, gyerekek. Azt is csak akkor akarom, meg igazából ezeket a modokat akkor használom, hogy a gameplay élvezetesebb legyen. Szóval nem semmiképp nem cheat formájába, hanem hogy élvezetesebb legyen az egész számotokra is, meg igazából számomra is, hogy ne az legyen. Például ugye, hogyha a hátizsákmódot nem használod, akkor mikor boltba vásárolsz, aztán 10 dolgot kell egyesével a kocsiba vinni, és fél óráig tart, az nem biztos, hogy annyira vidám tud lenni. Számotokra sem, és számomra sem. Na, hoztam ide ki, mit hoztam ki? Egy darab kolbászt, jó. Meg hoztam ki egy ízét, egy sört. Várjál, meg a benzines kannát fogom vinni. Mindenképpen el kell... Jó, gyerekek, hát bele eltörött a lába, kipörnek. Amúgy is Józsirak. A játék nem könnyű egyébként. Nem tudom, van-e olyan, aki nem ismeri. Annak így mondom, hogy jó nagy szopás az egész. Például ugye, mondva van a szomjúság, egészség, stressz, vizelet, fáradtság és higiénia méter. Ezeket kell így kapásból, itt mindennel tudsz mit kezdeni. A izével nem, a stresszel, el kell mennünk mindenképp a városba cigit venni. De ha már egyszer elmegyünk a városba, akkor még egy-két dolgot így úgy gondoltam, hogy miért ne csináljunk. Várja, mi ez? Ó, az ajándék az újabban itt van, Dick. Várja, mi ez? Véletlenszerű ajándék pénzösszeg, ujjjjjjjjj. Jó, 800 valahány volt benne. Meg van valami vodka. Ezt tudom egyébként, ezt a fajta piát ne idd meg, mert különben olyan részeg leszel, hogy nem tudsz egyenesen elmenni. Úgyhogy ez megint egy ilyen trollkodás a játékban. Egy nagyon sok ilyen trollkodás jellegű dolog van. Szóval lehet szopni rendesen. Jó, a szippantós kocsi se sincs meg az elején, most már a játékban is a furgon sincs. Ezeket mind meg kell szerezni. Szóval nehezebb lett a játék. Várjál már, mit akartam? Ja, a traktorra fogunk menni. Viszont... ezt elvigyem, dízel. Kell nekünk dízel? Nem kell nekünk dízel. Mert azt hiszem ez dízeles kanna. Dízel, igen. A benzin kell ugye, mert össze kell raknunk a járművet. Jó, a játék ilyen, mondjuk, hogy ilyen soft... célja. Várjál már. Hogy kell? Kézigaszként... Ja, várjál, mi van? Nem tudom, mamma. Ja, kézigázt kell húzni. Ki kell engedni a kéziféket. Aztán adjál neki, Sanyi. Ah, nagyon jó. Na, tudunk mindent. Ez viszont ezt... Pont a látóteremben van, ugye lehet ezt így működtetni, ezt a villát az elején. De szerintem ezt így le fogom vinni onnan. Első szerkezet. Na! Mindjárt, gyerekek! Mindjárt, tudom, hogy összeszedetlen vagyok, meg így csapongok. Ja, álljál meg. Kéne dobni egy sebességet, nem igaz? Oké, megindulunk. Egyébként van ugye belső vagy külső rézet is a játékban, sajnos az a probléma, hogy csak ilyen cinematic-szerű. Tehát így nem tudod forgatni a kamerát, meg nem tudsz vele semmit csinálni. Viszont annyi, hogy meg még ráadásul nincsen ugye a szereplő, hogy konkrétan mi nem látszunk a felvételen, amelyik egy kicsit azért kellemetlen, vagy ugye nem az igazi, úgymond. Viszont ilyen cinematikban így meg lehet nézni, hogy hogyan közlekedsz. Néha hasznos tud lenni, annyira nem. Remélem nem hangos a játék, vagy én nem vagyok hangos, vagy nem tudom. Nekem egy kicsit hangos egyébként, remélem, hogy nektek nem. Nem tudom, nekem egy hangján így hangosnak tűnik. Sajnos játékon belül a menürendszerbe képzeljétek, nem lehet állítani a hangerőt. Ezt így Windowsba kell, aztán az eléggé nyűgös azt tud állítgatni. Oké, gyerekek. Kézifékét nem is kell, talán nem gurul el. Jó. Ezeket el akartam vinni. Viszünk sört a városba. Miért? Mert ugye inni azt kellene valahol, mert már majdnem szomjasak vagyunk, viszünk egy kolbászt. Azt hiszem egy kaja az feltölti 100%-ra úgy a kaja szintünket, vagy nem feltölti, hanem inkább így leviszi az éjségszintet, mondjuk úgy. Oké, okay, jó, oké. Okay. Mit kéne még vinni? Azon gondolkozok ezzel. Még vinni kellene, mit kellene vinni, gyerekek?
Hát más szerintem nem, ugye? Mi ez? Van grillező, lehet ilyet is csinálni. Itt vannak az alkatrészek, ugye ezt össze kell rakni. Hát mi már ebbe bele szoktunk félelni, meg igazából mindenbe bele szoktam félelni. Nem tudom, kétszer-háromszor nekiálltam ennek a játéknak, mindig izé volt. Mindig halál volt. Várjál már. De Kanna, menjen innen, Kanna! Hát ez meg a legjobb helyre került, pont a felezőre, érted? Jó, oda jó leszel. Na. Visszatolatunk. Remélem, hogy mindent elraktam, meg minden oké. Okay. A felezőt kikapcsoljuk. Ezt megyünk mind az őrültek, mert azt hiszem, hogy már délután van. Nagyon jó. Jó vannak, nem ügyeskedek, bocsánat. Igen. Ugye azért féleltem be mindig ezzel a játékkal, mert konkrétan ez a játék, ez olyan, hogy nem tudsz anélkül szinte érvényesülni, hogy nem nézel utána. Vagy pedig akkor hetekig szívsz bele. Úgyhogy meg kell tudnod, hogy hol vannak helyszínek, meg kell tudnod, hogy miket tudsz csinálni. Mert különben így alap dolgoknak utána kell nézni, mert különben meghalsz. Például, hogyha most nem mennénk el a boltba, a stressz jelzőnk fölmegy, és szerintem akkor meghalunk. Konkrétan, mit tudom én, agyvérzést kapunk, vagy szívrohamot kapunk, az ideges lesz a csávó, aztán egy idő után elkezd szitkozódni, aztán egyébként szerintem vége lesz, mind a boltnak. Ugye, de hogyha azt nem tudod, hogy menj el a boltba, akkor anélkül ugye elég nehéz cigit szerezni, mert nincs cigink. Mindenünk van, de cigink nincs. És azon gondolkozok, mit felejtettem el. Talán eléggé kevés dolgot. A mapon a távolságok borzalmasan nagyok, emiatt... Fú, emiatt ugye nem érdemes nagyon tökölni, mert akár napokig is eltarthat, hogy elmész a boltba, hogyha pöcsölsz. Úgyhogy erre is kell figyelni. Nagyjából jó tudni, hogy mik hol vannak. Mert amúgy, hogyha nem használsz modot, akkor nincs is térkép a játékban, csak a szobádban vagy a telefon fölött van otthon. És azzal meg nem sokra nem mész, hogyha eljössz otthonról igazából, érted? Na, csapjuk neki gyerekek. Menjünk a traktorral. Yeah. Ez nagyon megy ez a verda. Oké, ugye egy ilyen félszigeten lakunk, innen ki kell keveredni. Megnéztem róla egyébként tippeket, hogy mit kell csinálni, olvasgattam ilyen guide-okat, hogy mit érdemes csinálni, de olyan nagyon-nagyon mélyen nem mentem bele egyébként, hanem inkább ilyen kezdeti tippeket néztem meg, hogy ugye el kell menni a boltba például ilyen alap dolgokat, hogy ne dögöljél meg a legelejét. Esetleg honnan tudsz pénzt szerezni, megnéztem egy-két dolgot, hogy honnan. Ugye például munkákat tudsz vállalni, mit epercedéstől elkezdve, ha nincs vonat. Jó, van, nincsen vonat. Munkákat tudsz vállalni, autóroncsokat tudsz gyűjteni, fú, akkor illegális dolgokat tudsz csinálni, tudsz főzni cefrét, meg ilyen dolgok vannak. De ugye ezeket megnéztem, hogy igazából mit merre lehetne elindulni. Ezen kívül ugye, mondom, már azt csinálsz, amit akarsz, csak hát hogyha ezeket nem tudod, akkor ez így bajos tud lenni. Jó. Okay. Remélem nem túl hangos a játék, nem túl hangos az én pofázásom, élvezhető ez az egész. És ugye tényleg röstellem, de mindig ezzel a game játékkal mindig a szívás volt csak, de úgy gondoltam, hogy nem érdekel, nehogy már egy játék kifogjon rajtam, bármennyire is nehéz, mert ugye nem könnyű a játék. Főleg olyan aspektusai tudnak nehezek lenni, hogy egy az, hogy ó, bazze, ez aztán jó volt, hogy így iszok. Bazze, oda ledobta, láttátok? A kerék alá került. Nem tudsz menteni, akárhol. Ez egy probléma tud lenni a játékon belül. Meg még ráadásul az, hogy iszonyatosan nagyok a távolságok. Mert nincsen olyan, hogy mit tudom, gyors utazás. Ho-ho-ho-ho, jön valaki. Duráljál, bazze, milyen portver, tapa. Mi is ilyen portverünk? Ez tök jó.
Ja, itt ugye mindig balra mész, akkor elérsz a városba, úgyhogy nem egy hót bonyolult az egész. Jaj. Te Isten! Azt a betyár, gyerekek, ez kemény volt. Annak ellenére ugye, hogy nincs permadító játékban, meg tudok halni, annyi, hogy a temetőhöz kerülök elvileg. Ami kapásból már egy plusz 2 óra gameplay a semmibe. Mivel akkor, hogyha oda kerülsz ugye a temetőhöz, akkor onnan valahogy el kéne kecmeregned a járművethez. Tehát ide, ami nagyon messze van még, nem tudom, még traktorral is 10-15 perc szerintem. Nem, hogy gyalog, gyalog konkrétan szerintem egy ilyen 5 órát beölnél, amire végig gyalogolná. Szerintem senki nem akarja az végignézni így a gameplaybe. De semmiképp nem akarom vágni se a gameplayt, szóval próbáljuk meg jók lenni, ügyeskedni. De még vannak roncsok a játékban. Azokat ugye össze lehet gyűjteni és el lehet vinni, megfelelő helyre adni. Csak az a probléma, hogy elég el vannak dugva elvileg. Úgyhogy ha láttok a út menet közben, meg azt hiszem, hogy random spawnolnak. Ha láttok menet közben, akkor majd kurjancsatok, jó? Egy utólag is, hogyha néztétek a videót, aztán láttatok a roncsot, az nem az volt, az egy ilyen ember volt. Megint van a csin, jajjaj, tesó. Az instakill tud lenni ugye, hogyha a vonat az eltűrül szerintem. Ja, az szerintem egyébként már kezd este lenni. Hülyén kezdődik a játék, mert ugye nem is tudom, azt hiszem délután kezdődik, úgyhogy ott megy valaki, basszus. Lehet, hogy nem az lett volna a legnagyobb ötlet, hogy én itt elkezdek jönni. Ja, meg azt akartam mondani, hogy fú, úgy be fogunk ejteni pár dolgot. Ezt még onnan is emlékszem rá, ahol amikor együtt játszottunk veletek. Volt, amikor live-ba, de ott is beféleltünk mindig. Úgyhogy a My Summer Car nekem az ilyen kriptonitom. Jó lenne, hogyha most már haladnánk vele. Fűrüközünk, ennyi maximum ebben a verdába, úgyhogy... Sorry, de gyorsabban nem tudok menni. Sajnos ugye a robogónkon kívül, meg ezen kívül nincs más autó most. Amíg összerem rakjuk a Satuma vagy Satuma? Samuta? Nem is tudom mi a neve. És jó kirőgtek biztos, akik nagy My Summer Car-osak. Az ott mi ott a benne? Ez nem egy roncs. Nem az egy olyan kűj. Ez valami kűj volt. De vannak ilyen kis akadályok. Ja, meg egy van egy csomó ilyen game breaker dolog a játékban, és hogy be tudod mákolni azt, hogy konkrétan úgy befélelsz, hogy ha nem is teljesen halsz meg, de nem tudsz tovább haladni a játékba szinte. Várjál, itt megállok. Ez nem más, mint az autószerelő műhely, meg az autós bolt. Itt ugye lehet venni gépjármű alkatrészeket, úgy van. Ahogy 8-tól 16-ig van nyitva, jajajajajajaj. És az azt jelenti, hogy már akkor elmúlt 16 óra. De so sorry, de... Akkor lehet, hogy sokat kell éjszaka menni. Hú, ez jó az a verda. Ezt nem tudom, el lehet-e lopni, de lehet, hogy nem. Az a baj, hogy vannak yardok, aztán nem tesz jót nekik, hogyha... Nekünk, hogyha itt lehet menteni. Itt egy Skoda. Skoda! Fönőtte a gaz a Skodát. Meg el van durranva ezek a lengéscsillapítók, vagy a rúgók szerintem. Itt vannak alkatrészek, úgy tudom. Hoppá hoppá. Agyagy. Alkatrész, minden akkor a motorháztetőre addig. Ja, hát kellene térbe látni aztán, akkor nem... Agy, jó, ez mi ez? Trafipax érzékelő. Hát ez nagyon hasznos. Főleg a traktorral. Be lehet szerelni, nem lehet szerelni. Egyébként ezeket nem lehet szerelni, ezeket a járműveket, azt hiszem csak azt a Satumát, vagy milyen neve dolgod. Ez meg egy Porsche. Itt van, ilyen, berakom az inventory-ba, legalább megmutatom, hogy működik ez az inventory mód. Ez úgy működik, hogy fel tudsz venni mindent, amit akarsz. Összesen 10 slotra állítottam, lehet többre is, de nem akartam nagyon csitelni. És akkor itt alul X-el előhozod. Várjál, nem akart.
X-el és tudsz váltani, hogy melyiket akarod eldobni az ével. Hát tudod, tök frankó. Ez bírom egyébként. Hát tényleg amiatt leginkább az a megfontolás, én elpakolgatnám órákig a dolgokat, de ti aztán biztos, hogy ezért agyvérzést kapnátok, hogy én fél óráig hordok a dolgokat, érted? Hé, micsoda izé ez. GT szelep fedél, ez valami menő, ez valami tuning, mi? Meg ez is valami GT kormány, aha. Tehát akkor ezek ilyen tuning cuccok. Jó, menjünk is. Beszórtuk a vérdába. Ajtó betesz. Úgy. Visszaváltás. Kézifél, kienged. Zsá. És azt hiszem itt is izé, ugye? Itt is balra. Útba kell ejtenünk egy csomó mindent, ám gyerekek. Mert vannak olyan terveim, hogy megőrütök. Vannak olyan terveim, hogy megőrütök. Elesz... Sör van. Szomgyúság. Szomgyúság van. Ez... Ajajajaj, stoj! Na, azt akartam mondani, azt a betyár előre gyűjt a kanna is. Még majdnem le is fulladt a kotla. Várj. Ez az. Kerebbe. Tök jó az a traktor, adja nagyon. Megjöttem fölözékbe! Hát ezt jobb elékeltem magam, de lehet, hogy kisegyül. Mondom én. Kijött. Jó van. Stoj! Kiszállás. Traktorista! Megjöttünk gyerekek. Ó, ott várjál, tudok inni. Vannak ilyen kutak újabban beragva. Hát újabban ugye én nem játszottam vele szinte, nem tudom, 2010 akármennyibe talán utoljára, komolyan. És elvileg ezt pompálod. Ijjahaj. Tudsz inni, azt akkor nem fogy a söröd. Ez tök jó. Na, elvileg, ugye itt voltunk is még nagyon-nagyon régen, sok-sok évvel ezelőtt. Ebből lehet szerezni kerekeket. Csak a kerekeket fönn van a padláson, és vannak mihék. Dogódarázs, mindenféle csuda dolog. És az a baj, hogyha az megcsíp, akkor insta kill. Meg fogunk dögleni. Azt az lehet, hogy nem kellene. Lehet, hogy nem lennénk boldogok, hogyha megdöglenénk. Fölmenné ezen a létszám, vagy valami történt, de elvileg hol, ott vannak a deraskák. És azok egy annyira... Ó, te mi a franc van most? Egyébként mi történik? Hája, le kéne lekukurcoltam most? Nem lehet menteni, pedig úgy mentenék egyet. Hűbaze! Hallom őket! Az megcsip, meghalsz! Most ez hal? Nem áll, bazze! Na jó. Ezek a legyek köpnek engem, mert büdös vagyok, mint a dög. Ez nem ugyanaz. Viszont... A darázsnak más hangja van. És az a durva, hogy... El tudsz futni előle. De követ akár meddig. Azt lehet, hogy egy óra múlva fogja, azt megcsip, azt meghaltál. Az úgy kellemetlen tud lenni. Jó, megúsztuk szerintem. Jó, inventoriban van 4 darab regula. Az van öregyről, kerék. V-regula. Jó, megvannak a kerekek. Nagyon szuper. Meg itt nincs is más. Most akkor... Nyíljál ki, vagy csukodj be, vagy valamit csinálja magad. De a sör. Szökik a sör. Mehetünk. Hajrá, Sanyi! Be kéne ülni. Kézifék. Nyomunk egy. Jó, megpördítjük magunkat. Megvannak a kerekek, gyerekek, az már, ez már egy... Az már egy jó dolog. Kivágjuk az indexet, azt már hajtunk is tovább, jó?
Ez jó lézer volt. A láthatatlan ember. Jó, mehetünk tovább. Jó fele megyünk? Basszus, jó fele. Munkát egyébként úgy lehet vállalni, ugye, hogy ott van a rassz, aztán várod, hogy csörögjön a telefon, azt felhívnak. Mindenféle csóre munkákkal mi vagyunk szerintem a faluba a közmunkások, aztán ráérő időnkben mindent is csináltak meg velünk. Ej. Így azért kicsit, hogy képbe vagyok nagyjából, na, ez körülbelül szerintem 10%-át tudom a játéknak, de hogy kicsit képbe vagyok, ez már tudjátok mennyivel élvezetesebbé teszi az egészet. Nem annyira nagy szopásba vagy. Mármint ilyen nagyon nagy frusztráció az egész játék, hogyha teljesen nem tudsz semmit. Úgyhogy mindenképpen vagy kicsit azért érdemes utána nézni, hogyha el akarsz kezdeni. Tehát így magadtól elkezdesz, akkor úgy kösd fel a gatyádat, mert szerintem akkor azért lesz kénylódás. Mert így aztán akkor kutathatsz át mindent, tudod így saját kútfőből táplálkozva. Kitalálva, hogy mégis mit akarsz csinálni. Bekötő utakat kell figyelni, ez erre van. Hoppa. Akkor a bogár repült a fejem mellett. Egyébként nem muszáj erre jönni, ugye? Én azért jövök erre, mert iszok. Aztán ugye a fia az a rendőri igazoltatásra lehet, hogy nem tenne jól. Bár szerintem még életemben nem voltam az autópályán. Mert van ilyen autópályás rész is, meg még elvileg reptér is van. Beraktam a térképmódot, de nem akarom használni. Tényleg csak ilyen, hogyha nagyon-nagyon nagy szopás lesz. Hosszú van a csinekem, kóboroltam tovább. Időm kevés. Gyerekek, megyünk mind a szélvihar. Nem látok egy autóroncsot se, mondjuk azt nagyon nem is figyelem. Meg ezzel a sebességgel. Fufu, pattogám. Oj, 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 stoj! Stoj, stoj, stoj! Azt hiszem, hogy... Azt hiszem, hogy jó helyen járunk. Hoppó, de még mennyire, hogy jó helyen járunk, gyerekek! Satufék! Kézifék? Hűha. Á, meg he. Na, jól van. Igen, jó helyen járunk. Itt lakik egy munkúcs. Muksó, muksó. Ahol. Itt van benne. És ezzel lehet kártyázni. Nem is csak az a kártyázása pláne benne. Hanem ugye ennek van egy vérdája. És ezzel is szenvedtünk még. Emlékeztek ti? Egy live-ba. Csak ez tele van darazsakkal, és nem is volt használva, meg jó szar is. De viszont gyors. Nem tudom, 100 fölött lehet vele repegetni. Csak hát, és se kulcsózzá, se semmi. Ez nem olyan egyszerű ellopni, de... Egy-két metódus van egyébként, hogy hogy lehet ellopni. Például az egyik az lett volna, hogyha hozzunk csavarhúzót. Ja, de nincsen benne üzemanyag se, szóval ez egy elég körülményes dolog. De mindjárt megküzdünk vele, nem szórakozunk. Csak egy olyat. Berakjuk a rettenetesbe. Leszedjük a rükibe. Aztán kézifék ki. Hátolatunk. Ezt kirángatjuk innen. Viszont, pillanat. És vontatunk, mivel lehet vontatni ebbe a játékba, egy csodálatos dolog. Szóval tényleg az a baj ebbe, hogy izé van ebbe, vannak darazsak. És a darazsakat azt hiszem, hogy el lehet pusztítani izével.
Van ilyen spray talán? Meg azt hiszem úgyis, hogyha vízbe csapol, víz is megöli őket. És... Ja, meg be van húzva neki a kéziféke, úgyhogy eléggé nyűgös lesz. Az a baj, hogy csúsznak a kereket konkrétan, mert be van húzva a kéziféke. De nagyon nem lehet kinyitni szerintem az ajtókat, mert akkor megfog... A darazsok megölnek minket. Úgyhogy a darazsokat ki kéne nyírni. És ezt meg tudjuk úgy oldani talán, hogy én beletaszajtom a vízbe ezt a verdát. Nem kell itt nagy kört itt. Nehogy belemegyünk azért mi. Szerintem a gépek elromlanak egyébként, hogyha beletaszajtod a vízbe. Tehát, hogy én belemennék a traktorra, akkor már nem kell utána nagyon ficánkolnom bele. Na várjál, és meg... Mennyi, mennyi barátom, mennyi. Íh, satúfék, várjál, várjál. Kézi, oké. Megnézem, jó? Pillanat. Ezt kiszámolta a keeper, hallod? Majdnem bele durrantottam a traktorra. Viszont a darazsak erre kukulett, mert bőven a víz alatt vannak. Aha. Az szerintem a víz alatt vannak. Ha nem, akkor meghalunk, az sárvány. Mi a nyíki ma? Szezám, tárulj! Ott vannak a darazsak a víz alatt, úgyhogy az a nyeku. Tök jó. Nem tudom a játékon belül hol vannak darazsok, de ez vicces, hogy vagy a kéziféket kiengedjük. És akkor a gurúnak a kerekei, tehát akkor kicsit lehet húzni is, nem csak a komplet szopásban. Jó, hát ezt megoldottunk, szereztünk egy autót. Egyébként el lehet indítani a verdát, csavarhúzóval azt hiszem. Nem tudom, hogy minden lopott autót el lehet a csavarhúzóval, de ezt tudom, hogy ezt el lehet. Nem mama azt az ajtót beze. Oké, tegyünk neki egy alacsony rettenetest, vagyis egy alacsony egyet. Gyere babám, ez az. Ezt visszük magunk a gyerekek, lett egy kocsim. Ha? Nagyon OP-k vagyunk mi. Meg még annyit megcsinálok szerintem. Várjál ma. Remélem, hogy így hozzáférek. Ha jó, közel kötöm magamhoz, ne vagdolódjon mindenfelé. Írtam. Nem egyszerű lesz. Hű, gyerekek! Gratulálok. Mutatókötél. Ez a méteres madzagot. És akkor így... Ugye nem az, hogy így kalisztol mögöttünk 5 méteres kötélem, hanem konkrétan így ide van függezve szinte. Szemeltünk. Szerintem egyébként ez be fogja verni a izét is. Iha, csak ne hátrafele. Bazze, de hülye vagy. Ez az viszi ez. Subidubi! És megyünk tovább. Várja, kéne egy világítást kapcsolni. Nem, hogy megy le az így szaka. Kettes már nem szereti. Erre is van valami. Fogalmam sincs, hogy mi merre van. Úgyhogy majd rá kell jönnünk egy csomó dologra. Na megvannak a kerekek, van egy autó. Megszereztünk. Hogy néz ki ez kívülről? LOL! Hülye gyerek lopja a kocsit. Pont a fák mögül vesz. Na nem jó. Mi van ma?
Tetszik. Imádom. Nincs meg az egyik disztart csak. Na jó van. Hadd menjen. Tökéletes. Szal a reverde. Ja, elég szar ez a kocsi, hogy tudom. Hát ez nem nagyon akarna menni ez a traktor. Elég szar ez a verde, úgy tudom. Viszont a semminél jobb, mert igazából nincs más. Ugye, amíg a szatumát össze nem rakjuk, addig nem nagyon tudunk bele, mivel ugrálni. A traktorral meg azért iszonyat lassú eljutni A pontból a B pontba mindig. Ha el kell ugrani a boltba valamiért, vagy akármi, akkor azért lesz egy gyors autónk. Ugye ez azt hiszem, ilyen 100 akármennyivel tud menni. Na itt megint mi van? Jó fele jöttünk, gyerekek? Meg vagyok most egy kicsit zavarodva. Ez lehet, hogy a város már? Ehesek vagyunk-e? Unokaja. Ott a... Nem lát rá. Enni akartam egyet. Jaj. Stressz, cigi kell a gyerekek, mert nagyon stresszesek vagyunk. Jaj, jaj, haver. Az azt hiszem, hogy mi ez? Ez valami unokatesó vagy unokabátyám. És elvileg így lehet stoppolni nála. Hogyha nagyon elkeveredsz, akkor ugye haza tudsz vele stoppolni, vagy valami ilyesmi van. Hát ez nagyon nem a város. Hanem valami mezőgazdasági létesítmény. Gyorsan oda kéne érni a boltba, úgyhogy most nem tökörök. Ja, meg ilyeneket nem tudok nagyon, hogy most, hogyha csináltam egy ilyen bűncselekményt, konkrétan loptam egy autót, hogyha azzal elkapnak, mi lehetsz, meg ilyenek azok. Azokkal nem vagyok tisztában egyáltalán, szóval mindennek nem néztem utána, mert akkor konkrétan egy ilyen tutoriál sorozat lenne az egész, nem pedig egy let's play. Ez ugye, ez ideben van, ugye nem ott kint. Nem a motorháztetőt tárolom, de szerintem lehet, hogy a motorháztetőn tároltam, bazzek. Az igen! Kiraktam oda. Ezt, az a baj, ezt elhúzingálni, ez elég. Egyébként jó hülye vagyok, hogy elhúzom a vár... De nem. Jó, mert meg tudom tankolni. De miért húzom el a városba? De rájöttem, hogy ez nem lesz hülyeség, mert meg tudom tankolni. Jó, mert teljesen oké. Itt is van valami gyár. Ugye itt sebességmérő az nincsen. Kizárólag fordulatszám. Viszont szerintem megjöttünk a városba. Jó. Megyünk boltba. Be kell vásárolnunk. Muszáj lesz. Meg kell tankolnunk. Az ez a traktor ez. Nem bírja a gyűlölést. Szenved rendesen a Verdán. Tök jó egyébként. Tök jó egyébként, hogy szereztünk egy autót, ez nekem nagyon bejön. Egyébként a hátsó kerek az olyan, mint hogyha sportolna. Mint a nem forogra. Na, bevágódunk a bót elé.
Az a baj. Szerintem rácsesztünk, gyerekek. Ez 10-től 20-ig van nyitva, és a kocsma nyit. És utána a kocsma az meg 20-tól 02-ig. És nagyon úgy látom, hogy... Te is itt vagy, hogy az agyad elfelcsebb, mivel lehangul az életünk itt? Ezért dumált ez valamelyik. Te Isten. Na várjál. Először is mit kellene? A... fáradtság, éjség, van kaja? Hozz egy kaját, várjál. Hogy egy kaját. Most mikrózza a lóla. Várj, addig, ú, kellett volna egy cigit kérnem. A francba ordít ez a zene. És ezt az várj, addig húgyjok egyet. Húgyjok egyet addig, ez legyen meg. Éhesek vagyunk, stresszesek vagyunk, kell cigi. Fáradtság ellen meg bendobhatnák kávét, azt hiszem kávé az jó. Sőt, hát biztos, hogy jó, mire jó lenne jó. Gondolom az meg... akkor megint pisálni kell. Nem jó, még mindig nincs kész a kaja. Jaj, nem ezt akartam, ezt. Egy darab lóvét bedobtam. Sokra nem megyek, mi? Ezt a figurás lapot megfogjuk. Hó! Ott egy pár! Egyet nyertünk. Egy márkát. Akkor menjünk még egy játékra. Kérünk öt lapot. Semmi. Hát nem nyertünk. Na, megvan a kaja? Haver. Kösz, fasza. Bírom, amikor ilyen fényképeket raknak be textúrának, nem? Jó, az éjségünk jó lett. Adjál kávét. Baze, komolyan mondom, valaki fingott. Ti hallottátok? Fingott valaki. Várja, mi ez? Adj egy cigit is. Fáradtság, adjál még kávét. Rágyújtunk. Cigire. Kötce, kötce. Adjál még kávét. Nem, szívromot nem tudunk kapni, vagy valami, mert az meg izgi lesz. Akkor már le kéne tolni teljesen. Még egy kávét adjál. Bassz! Négy kávét beverek. Annak meg oda nézzetek a sörös üvegre, hogy hol van. Az igen, ez valami easter egg, vagy mi? Vagy csak tök véletlen. Itt a porrad, nesze vidd. Jó, stresszesek vagyunk, ja, cigit szívjuk közben. Úristen, mi volt ez, bazd ez a zene? Nem vagyok egyébként ezt a játékautomatát. Ki lehet tépni azt a falba. Van ilyen éj, amivel lehet lökni. Várjál, cigit dobom. Van ilyen éj, azt hiszem, amivel lehet löködni, de azt hiszem, hogy traktorra is rá lehet kötni. Nem, ezt nem lehet lökötni. És el lehet rabolni, vagy el lehet lopni, azt hiszem. Csak nem tudom, mennyi idő lehet. Zárás után ugye meg tudnánk csinálni, hogy elviszük ezt az automatát. És azt hiszem, hogy föl lehet feszíteni, és ki lehet nyúlni belőle a lóvét. Meg azt hiszem, hogy itt is van olyan.
Tudod-e, itt a... Csak ez ugye zárva. Hú, tankolni se tudok, basszus. Meg kell várnom mindenképp a reggelt. Eha. Most jut eszembe, hát nincsen izé. Ha nincs bolt, akkor nincsen tankolás. Hája, mi van itt? Diesel, MPU. Az mi az MPU? Ez gáz, vagy mi akar lenni? Vagy ez lehet, hogy... Ilyen tüzelő olaj? Hú, hát ezt nem tudom. Itt ki van, mi van itt? Mi van, higiéniámban szarul, meg a szomjúság kéne inni valami sört, vagy valami. Iszunk egy sört, nem a sajátunkat. Lehet, hogy azt kéne, hogy meg kéne várni azt a dolgot, hogy bezár, és akkor fel lehetne nyomni. Fogalmam sincs, hány óra lehet. Nem akarok belepörgetni az időbe. Lehet, hogy addig játszok egyet. Hagy egy sört, tesó. Kezdi, úgy tűnik egy harmadik körre is elkezdesz írni, ez az első söröm, ember. Egy ügye. Fejbe doblak ezzel az üveggel, ember. Mondom. Esze. Adjál még egyet, mert még szomjas vagyok. Egy rohadt órám lenne, ugye lehet órát szerezni. Ez azért az nem lenne egy utolsó. Vidős örös üveget, nesze. Jó, egész jól állunk. Ezek viccesek, nagyon jól néznek ki. Ilyen tipikus ilyen ifasofőrök, nem? Traktoros meg az ifasofőr éppen beszélget. Be vagyunk csicsenve egy kicsit. Megnézem itt a busz megállót. Nem tudom, hogy mikor zár ez a szar. Itt ezek a mi abszolút. Az mi? Egy busz meg átrend. Ja, mert ugye, ha minden kötél szakad, akkor tudsz busszal is közlekedni. De várjál már, körül kéne néznem. Azt hiszem, én tudok aludni valamibe. Mondjuk most szétittem az agyam kávéval. Azt hiszem, hogy van valahol egy ilyen... A szippantos kocsi valahol itt van. Valami telepen, de aztán ne kérdezzétek, de ugye fogok tévedni, hogy sose leszek meg, nem? Ez ugye elég jó lesz. Templom. Van elvileg egy szippantos telep, és ott a szippantos kocsi, és ott tudok aludni benne. Tudnék. Megnézem, hogy hol van az, vagy merre. Az nem az, az elég nagynak tűnik. Az nem, szerintem az a... Vizsgabázis, vagy van egy ilyen vizsgabázis is, ahol ugye kell vizsgáztatni, hozni a kocsit. Úgy gyerekek, el fogok veszni. Még nyitva van a kocsma, addig úgyse tudok kidualkodni. Szeretném kitépni a fal, el akarom rabolni ezt a valamit. Hát, ja, és ezt ugye, ezt nem elfelejtettem mondani, hogy amikor itt sötét van ebben a játékban, akkor korom sötét van ebben a játékban. Szóval ez nem úgy működik, hogy te akkor ott nagyba duvajkodni fogsz. Hanem az úgy működik, hogy akkor ott nem látsz el sem eddig. Te, nem ez az? Hogy mi az? Ott van ott a szippantos kocsi. Nem tudom mennyire láttok, hát megmondom őszintén én se, de ráadásul, hogyha lemegy teljesen a nap, akkor meg korom sötét lesz, úgyhogy akkor azt jegyezzük meg, bazd, hogy arra, oké, a fények fele. Ebben azt hiszem, hogy tudok aludni, hogy nyitva van. Ugye nem a miénk, kulcsunk nincs hozzá, nem tudjuk elvinni meg semmi. De azt hiszem, hogy nyitva van. És ebben van ágy hátul, ugye? Aha. Nem lehet benne aludni? Hát lehet, hogy nem lehet benne aludni, bazzeg. Lehet, hogy nem vagyunk fáradtak eléggé, ugye? Hát ez ugye akkor baba. Én ezt hiába nyomok ezen akármit. Nem nagyon akar aludni. Hát jó, akkor ezt rácsesztünk. Ó, te fiú. Hát akkor ez kellemetlen. Jó, akkor megyünk vissza a kocsmához.
Akkor játszunk egyet, szórunk bele pénzt, úgyis a miénk lesz. Akármennyit bogunk, az a miénk lesz. Mekkora flash. Mert úgyis ellopjuk. Kiraboljuk. Hát hogy hogy fogjuk kirabolni, azt még nem tudom, azt ne kérdezzétek. Szerintem itt utána kötöm a gépnek. De ott van utána kötve az a kocsi, jajjaj, hát itt már megint bonyolódnak a dolgok, mert már megint nem bírok az agyammal. Hát mondjuk hajnali kettőtől szerintem még messze van, mivel mondjuk Finnországban nem tudom, hogy milyen hosszúak az éjszakák, de még olyan, mint hogyha ilyen fél homály lenne itt. Mindig duhajkodnak hallani. Ott a busz-e? Már, de mindjárt kiderül. Mikor jön a busz? Meg tudom nézni a menetrendet. Hát, azért... Oda nem egyszerű, látod? Komplikáltan, de meg tudod oldani. Na várjál. A busz gyűjt. Most vagy 21 óra... Várj, Lope. Ez most hol vagyunk? Ez Lope? Ilmosos... Ez Ilmosos... Jó, már olyan nincsen. Akkor ez nem azt jelenti. Hol vagyunk? Azt se tudom, milyen faluba vagyunk, gyerekek! Na mindegy, hát ugyanakkor megy. Itt van. 21 órakor, 0 órakor. Meg 18 órakor. Akkor ez szerintem mindenképpen a 0 órás lehet. 0 óra, 1 óra, 1.30, 2 óra. Hát szerintem az a kör lehet. Szóval akkor lehet, hogy mindjárt zár. Na mi van? Szomjúság, vagy egy sört, haver? Elkezdek inni, igen. Adjál sört. Arról volt szó. Meg tudom nézni, megnézem, jó gyerekek, vele Ctrl-T, vagy Shift-T. Aha, éjfél van. Már két óra alvással, vagy várakozással, hajnali kettő lenne. Na figyeljetek, lehet, hogy elbúcsúzom, itt nagyon jó el vagyok. Lehet, hogy pisálok egyet. Azt az lesz, hogy a következő része összekedjük. Aztán akkor lesz motiváció, hogy gyertek, aztán szenvedjetek velem. Kéne még innom egyet, meg egy kávét bedobni. Legalább egy kávét bedobni, hogy a fáradtság ne menjen. Bírjam ki a hónapi napot, mert akkor itt még lesz dolgunk. Ne integessél, hátba váglak, adj egy kávét. Jó. Figyeljetek, akkor következő részben itt várlak beleteket. Szitu az, hogy azt csináljuk, hogy megpróbáljuk ellopni ezt a gépet akkor egy körre. Meg hát reggelt is meg kell majd várnunk, mivel kéne tankolni. Úgyhogy ez holnap megint egy hosszú napunk lesz, de legalább haladunk. Na, csácsumi, jók legyetek!